A legjobb relaxációs pószt mutatom meg neked, két hengerpárnára lesz szükséged, de ha az nincs, akkor egy plédet csavarj össze henger formába. Aztán kell egy blokk, ha ez nincs, akkor egy kis párnát használhatsz helyette. Illetve egy babzsák, ha ez sincs, akkor valami nehezéket, ami puha, azt uh, készíts elő. Helyezkedj el úgy, hogy az egyik hengerpárnát, vagy összecsavart plédet, úgy helyezed el, hogy lejtőt formál, az alacsonyabbik része feléd lesz, a magasabbik része tőle távolabb, erre a részre ráteszed a blokkot, vagy a kis párnát, majd leülsz úgy, hogy a merencét pont a párna végén van, a másik hengerpárnát, vagy összecsavart plédet a tért hajlat alá helyezed, a lábfejek lazán kifelé esnek, a tér pedig rásimul a párnára. Majd ráfekszel a gerinc alatt hosszan elfektetett párnára, a merencét magad alá billented, hagyod a derekadat ellazulni, a blokkot vagy párnát meggezíted a fejet alatt, és a babzsákot a homlokodra teszed, tehát nem a szemedre, hanem a homlokodra, és hagyod, hogy ez süllyedjen rád. A melkas az kinyílik a hengerpárnál, a tért kényelmesen pihen, az egész teszed lazítsd el, ez a póz hihetetlen jó, tényleg nagyon-nagyon mélyen bele lehet lazulni. Hogyha kedvet kaptál, akkor legközelebb a relaxációdat végezheted ebben a testhelyzetben, és szuper jó lesz. A honlapomon lévő videótárban pedig elérhetsz relaxációs szövegeket, vagyis relaxációs gyakorlatokat is. Ha érdekel téged, akkor gyere a Selfness a honlapra, és ott megtalálod.